Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast, ha jól számolom, 114. része, bár lehet, hogy a múltkor volt 114. Egy kicsit meg vagyok kavarodva, már csak azért is, mert múlt héten egyáltalán nem volt adás, viszont a hangminőségből hallhatjátok, hogy most sem a rádió stúdióban vagyunk. Ennek nagyon sok oka van, és szerintem össze is tudjátok rakni, hogy itt problémák vannak a helyszínnel. Viszont a Görbebögre kávézó a Rökszilárd utca 3 szám alatt segítségünkre sietett, méghozzá azért, mert eleve közel áll hozzájuk a tudományos ismeretterjesztő tartalom, tekintve, hogy egy olyan kávézóról van szó, ahol egyébként rengeteg ördöglakattal és logikai játékkal játszhatok kávézás közben. Ezt muszáj volt elmondani, ráadásul egy olyan teremben vagyunk, ami bár visszhangos, de korábban itt a falon Maxwell egyenletek voltak felírva. Ez egy nem tudom minek köszönhetően lekerült innen a falról, de valamilyen átkötéssel talán bír, ugyanis a MAVE Egyesületnek a tagjai vannak itt velem a rögtönző stúdióban. A MAVE a Magyar Villamos Mérnök és Informatikus Hallgatók Egyesülete, jól mondom? Igen, jól mondod. Sziasztok, Vizi Előd és Kovács András a vendégeim. Köszönjük a meghívást. Ő Előd, csak hogy a hangját igen, ismerjétek. Előd vagyok, kollégám pedig András. Igen, én vagyok András. Sziasztok. És azt nézem, hogy mind a ketten pirosban vagytok. Először azt hittem, hogy ez valami egyenruha, de ezek szerint nem, mert hogy már... Ja, de amúgy eltaláltad, tehát alapvetően a piros az egyesületünknek a színe. Rajtam most a hallgatók persze nem látják, de egy lengyel-magyar barátságpóló van, úgymond, ez is az egyesülethez kapcsolható. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a lengyelekkel. Andrison pedig a helyi egyesületünknek az egyenpólója van. Szóval igen, ez a szokványos pólónk itt rajtam. Egy kicsit pontosítanám a részleteket. Hát Éreztem, hogy bele fogok futni valamibe. Tehát MAVE néven vagyunk úgymond itt Magyarországon jelen, viszont egy európai egyesületnek, az ISTEC-nek, ami az Európai Villamosmérnök és Informatikus Hallgatók Egyesülete, vagyunk a helyi szervezete. Szóval ez a MAVE megnevezés kicsit ilyen összezavaró is lehet. Mostanában kezdtünk áttérni arra, hogy ISTEC LC Budapest, vagyis az LC az Local Committee-t jelent, tehát ugye a helyi szervezet. Csak hogy egyszerűbb legyen. Igen, mert alapvetően máshol mindenhol így használják, nekünk lett itt Magyarországon így MAVE a nevünk. Pedig nem tudom, ez angolul, ez a mévesztelen még, így jobban is hangzik. Nem próbáltuk külföldre ezt még nyomni szerintem. Igen, szóval külföldön egyértelműen LC Budapest vagyunk. Jó, szóval kicsit beszélnék arról, hogy ez az egyesület hogy is épül fel. Várjál csak, hogy a formalitás meglegyen. Hogy épül fel ez az egyesület, kedves Előd? Köszönöm kérdésedet. Tehát mi Európa több mint 26 országában vagyunk jelen, több mint 50 városban. Szerencsére azt mondhatjuk, hogy egyre gyarapodunk. Most például lett egy újabb helyi ilyen szervezet Szentpéterváron, meg még egy-két más városban is. Alapvetően ugye van egy nemzetközi boardunk, vagyis a vezetőink, ez 5 főből áll, és alájuk tartoznak pedig különböző csapatok, van training team, van ugye a külkapcsolatokért felelős csapat, akkor a HR team, akik ugye taktoborzásért felelősök, és így milyen szokásos úgymond dolgok, amik szoktak lenni egy egyesületén belül. Ez tök jó, gyönyörű, ismerjük a működést, a felépítést, mindent, illetve csak a felépítést, de ez miért jó nekünk vagy nektek? Tehát hát, egyel több lehetőség van nemzetközi bulikat szervezni. Is, de emellett tényleg számos ilyen szakmai workshopon is részt vehetsz. Szóval én így például így most télen voltam Franciaországban, és egy héten keresztül ilyen robotokat építgettünk, és nagyon nagy élmény volt, hogy tényleg egy nemzetközi csapatba dolgozhattál, és megtapasztalhattad azt, hogy tényleg milyen, amikor egy tényleg a 4 fős csapatból mind a 4-en különböző országból jöttünk, és ott ismertük meg egymást, ott hét elején még teljesen idegenek voltunk, és hétvégére egy robot összerakása után már tényleg ilyen életre szóló barátokként meg távoztunk. Után. Igen, én nyilván, ezt gondoltam, hogy ez nem marad ki belőle, de oké, azt próbálom egyébként megérteni. Van rengeteg alkalmazott mérnöki verseny, meg különböző olyan programok, ahol azért lehet robotokat építeni. Mitől jobb az, hogy ez egy ilyen egyesületben van? Szóval az egyesületünknek nagyon nagy előnye és erőssége az, hogy ezeket a külföldi utakat alapvetően
ingyenessé teszi számunkra. Tehát mi a kiutazás... Innen fúj a szél, értem, jó? Tehát a kiutazást azt mondjuk mi álljuk, de például, ahogy Andris is volt így Franciaországban, én voltam Németországban, Münchenben, Portugáliában, Aveiroban, fizettem a repülőjegyemet vagy a vonatjegyemet Münchenbe, és ott a szállásért, a kajáért nem kellett fizessek. Azon kívül persze, hogyha az ember ugye többet költ, kimentek fagyizni, stb., akkor általában azok egy részét mi fizetjük ugyanúgy magunknak. Persze értem a fagyizás részét a dolognak, igen, mindenki olvas a sorok között. Igen. És egyébként a szakmai ilyen workshopokon, műhelyeken kívül vannak évente különböző ilyen készségfejlesztő tanfolyamaink, ugye soft skill-nek nevezik ezt mostanában, ilyen kis trendi szóval, vannak ilyen soft skill akadémik, és vannak különböző trénerképző hetek is, az Egyesületen belül több mint 100 trénerünk is van, itt helyileg Budapesten is, szerintem 3-an vagy 4-en is. Igen, trénerek nemzetközi szinten is. Mi kell ahhoz, hogy valaki tagja legyen az Egyesületnek? Alapvetően tényleg van egy ilyen taktoborzó metódusunk, ami végig kell esnie, de tényleg ez attól függ, hogy ez tényleg úgy működik, hogy minél többet valaki belerak ebbe az egyesetbe, annál többet is vesz ki. Szóval tényleg aktívnak kell lenni, főként proaktívnak, szóval tényleg amikor általában vannak ilyen feladatok kidobálva, és akkor azok közül sokat be kell gyűjteni, és meg kell oldani, és ez garantálja tényleg az, hogy nem kopik ki az ember az egyesület életéből. Igen. És ezt mind lehet helyi, illetve nemzetközi szinten is vállalni és csinálni. A világérséhez szeretnék a zsebetekben turkálni, de ezt mindig elmondom, és mindenkinek turkálok a zsebében, de honnan van pénzetek? Mert ez tök jó, hogy ó, ingyenesek ezek a programok, mert... Igen, szóval hogy ez úgy működik, hogy alapvetően azért lehet ingyenes számunkra egy workshop, mert hogy minden egyes helyi szervezet kötelezve van arra, hogy két évente egy ilyen esemény szervezzen, ahol 10-12 külföldi hallgatót vendégül lát. Szóval hogy azért mehetünk mi ingyen ki, mert ők is ingyen jöhetnek hozzánk egy részről, másrészről meg ezeknek a workshopoknak a anyagi vonzatait tényleg különböző cégektől szoktuk összeszedni. Akiknek egyébként elemi érdeke, hogy legyenek jó informatikusok, meg villamos elemekök. Igen, én fontosnak tartom kiegészíteni András mondandóját azzal, hogy alapvetően az Egyesületünk az egy non-profit. Igen, ez mindenképpen le kell szegezni. Tehát mi tényleg teljesen azon alapulunk, hogy a cégekkel milyen viszonyunk van, milyen cégekkel tudunk partner viszonyt kialakítani. Vannak olyan cégek, akik például nem pénzzel támogatják az Egyesületet, hanem alkalomattal ugye különböző badge-ekkel, vagy üdítővel, vagy kajával, ropival, stb. Tehát minden tényleg azon múlik, hogy mi hány céget keresünk meg, mennyire szeretnénk azt, hogy egy jobb szakmai, és nem csak szakmai, hanem ilyen komfortos eseményt kialakítsunk. Igen, szóval, hogy általában igen, a hazai vagy itthoni eseményeik szokták finanszírozni a külföldire is nyitott eseményeinket, szóval ezt tényleg igyekszünk azt elérni, hogy tényleg itthon a cégek számára igen, értékelhető eseményeket hozunk létre, amit általában támogatni szoktak, és ebből finanszírozzuk tényleg a külföldi hallgatóknak is az itt létét. De ha már az események szóba jöttek, egy bizonyos eseménynek az apropójából találkoztunk most itt, ami szerintem azért lehet releváns nagyon sok hallgatónak, mert a felmérés alapján sokan vannak egyetemisták, és főleg műszaki vagy informatikai területen, bár az műszaki végül is, ahogy veszük. Úgyhogy lehet, hogy fontos lesz nekik az, amit most fogtok elmondani. Mi az, ami most jön? Mondanék két mondatot, és utána átadnám Andrisnak a szót. Szóval most nem arról a konkrét eseményről szeretnék beszélni előtte egy fél percben. Egy kis tízer, figyelem, rögtön egy hatalmas esemény bejelentése következik, maradjatok benne. Nem hatalmas esemény, csak hogy ezen kívül egyébként most még folyamatban van egy meetup sorozat szervezése is, ami az Uhu névre hallgat, ugye, mint Uhu. A bagoly, a logónk is, meg ilyesmi. Most éppenséggel kvantum technológia témában mennek az előadások. Május 8-án lesz a következő alkalom, az egy szakmai előadás lesz céges előadókkal,
És amiről most fogunk szólni, az pedig nem más, mint a május 30-án megrendezés. Ne lőjük le! Hogyan a kvantumtechnika az UHU-hoz? Tehát az UHU az valaminek a rövidítése, és így jött ki, vagy ez... Nem. Ez az UHU, ez alapvetően egy ilyen teljesen véletlenszerűen. Igen, szóval hogy ez ilyen, kitváltunk egy olyan eseménysorozatot, hogy különböző témákban, tényleg ez mind lehet akadémiai, mind céges előadók részéről ilyen előadássorozatot akartunk csinálni, és gondolkoztunk, hogy mi legyen a neve, és kitaláltuk, hogy legyen, hát ilyen, eredetleg az UHU az ilyen belső névként indult, és így ráragadt, és külső név lett belőle. Egyre jobban érdekel, hogy mi lehetett az a belső motiváció, de lehet, hogy nem akarjátok elmondani. Őszintén megmondom, én nem is tudom elmondani, mert pont azon szerintem ősszel dőlt el ez a név, én pedig Erasmuson voltam Finnországban, szóval nem tudom. Igen, szóval hogy a pontos lehetetet most én sem fogom tudni elmondani. Ezt. Jó, tehát igen. Akkor május 31-e, értjük. Május 30-án. Igen. Igen. Még annyit szeretnék csak az előző meetup sorozathoz hozzáfűzni, hogy egyébként most van úgymond kvantumtechnológia témában, de ezt folytatni szeretnénk például ősszel egy más témában, ugyanez a név alatt úgymond, akkor mondjuk a virtuális valóság, kiterjesztett valóság, vagy akár big data témában. Tehát erre szeretnénk ráépíteni úgymond egy brandet. Tehát akkor május 30-án, és nem 31-én lesz a... Az IT Picnic nevű eseményünk. Hát ide azért valami dobszó, vagy valami igen. Jöhetett volna, hogy az IT Picnic. Ez miről szól? Szóval az IT Picnic egy ilyen alternatív állásbérlő. Szóval a célunk az, hogy kötetlen beszélgetés mellett ismerhessék meg a hallgatók az esetlegesen később választott cégüket. Tehát lesz sör. Így... Igen. Lesz sör. És tényleg szóval, hogy így ilyen kis betekintést nyerhetnek az egyes cégeknek a kultúrába. Szóval ez úgy fog kinézni, hogy minden egyes cégtől mondjuk 3-4-5-6 képviselő kijön, így körbülnek egy asztalt, így szóval nem is, mint egy általános állásbőrzén, nem is pódiumok, vagy ilyen standok lesznek, hanem tényleg egy asztal környékére körbeülnek, és ugyanúgy a hallgatók is becsatlakozhatnak egy beszélgetésbe, amit tényleg teljesen kötetlen, és egy ilyen első kézből származó információt nyújthat, hogy tényleg milyen is a hangulat azon a cégen belül, hogy is működik ez az egész. Idén negyedszerre rendezzük meg ezt az eseményt. Tavaly is nagyon jól sikerült, 5 cégünk volt, körülbelül 100 körüli résztvevőnk. Idén nagyobb eseményre számítunk, és tényleg úgy... És több résztvevőre. A cégek közül kik azok, akik ilyenkor nyitottak? A kisebb cégek, kisebb mérnöki cégek, vagy mondjuk a nagy IT-óriások? Teljesen változó, szóval vegyes lesz a felhozatán, szóval nagy multiktól kezdve kisebb cégek is jelen lesznek az rendezvényen. Hát tavaly, akik ott voltak nagyobb cégek közül, az SAP, Ericsson, Medizo, Accenture, és igen. És alapvetően tehát ezen a kis úgymond állásbőrzeszerűségen tartanak azért a cégek egy kis ilyen démót, bemutatják az aktuális technológiát. Tavaly az Ericsson, ugye mivel most az 5G az egy ilyen nagyon forró pont, úgymond, ők arról beszéltek kicsit, ott például nagyon sok kilátogató akkor oda gyűlt, és tényleg érdekelték őket, de ugyanúgy más cégek visznek ki, például az Accenture azt hiszem hozott ki ilyen virtuális valóság szemüveget, akkor azzal lehetett ott bohóckodni. Emellett volt tavaly ilyen ördög lakatos dolgok, meg Picklocker, vagy hogy nem magyarul, hogy ismerek ez a lakat feltörés dolog, meg ez nem cégekhez köthető volt, csak így kivittük így érdekességként. És ha már ördöglakatok, ismét köszönjük a Görbe-Bögrének, hogy itt lehetünk, igen? Igen, ez szándékos volt. Nagyon jó. És tényleg úgy fog kinézni, hogy a cégeknél nagyszámú italkupon várja majd az érdeklődőket, amit majd a helyszínen be tudnak váltani. Igen, különböző üdítő italokra. Igen, persze.
Fontosnak tartám megjegyezni, ugye gondolom így a hallgatók közül is, ahogy mondtad, mivel rengetegen vannak műszaki területekről, hogy azért úgy észrevette az ember, hogy egyrészt, ha elmegy egy például HVG-s állásbőrzére, ott sokkal pörgősebb a dolog, ott a cégeknek sincs annyi ideje egy emberrel beszélgetni, ott hamar mondjuk, ha valakit érdekel konkrétan az a cég, akkor bemutatja magát, esetleg ott hagyja egy önéletrajzot, és úgymond nem nagyon fognak rá emlékezni a kint levő hosteszek, vagy nevezzük őket. Egy képviselői például, mert ugye nem fognak több ezer ember megjegyezni arcra. Itt viszont tényleg mondjuk miután lejárnak az ilyen démók, meg ilyesmi, leülnek az emberek egy asztalhoz, és úgy beszélgetnek. Ugye én tapasztaltam személy szerint azt, hogy most a cégeknél egyrészt nagyon fontos tényleg az, hogy az embernek milyen kommunikációs készségei vannak, és sokkal fontosabb az, hogy milyen az egyén, milyen a személyisége, mint a szakmai háttere. Tehát a szakmai háttér is fontos, de ugye legtöbben úgy vagyunk vele, hogy tényleg nagyjából bármit meg tudunk tanulni bizonyos időn belül, viszont a cégnek nagyon fontos az, hogy úgymond milyen emberek vagyunk, és azért egy ilyen 10-15, akár 20 perces beszélgetésben sokkal jobban meg lehet nyílni a céges képviselők számára, és sokkal jobban magunkat tudjuk adni. Van arról esetleg valamilyen visszajelzésetek az előző évekből, hogy ezeken az állásbőrzéken keresztül jutott valaki pozícióhoz valamelyik cégnél? Itt tök jó lenne, ha azt mondanátok, hogy igen, persze, sokkal hatékonyabb az álláskeresés, de... Hát az igazság, hogy erről nincsen ilyen teljesen felépített statisztikánk, szóval igen, szóval mi egy non-profit diák szervezet vagyunk, nem tudunk olyan statisztikát vezetni, mint mondjuk a HVG. Viszont azt elmondhatjuk, hogy az egyesületen belül, tehát azért nem egy olyan tagunk van, akik olyan cégnél dolgoznak, akikkel együttműködünk, és mondjuk úgy kerültek oda, hogy ő volt a kapcsolattartónk, az a cég fele, mikor megszerezte a diplomát, érdekelte is az a cég, és ugye úgy már sokkal könnyebb volt oda bekerüljön, és ez nem csak helyszinten működik így, hanem egész Európa szinten, és rengeteg hallgatónk, alumnik vannak olyan cégeknél, akikkel folyamatosan tartsuk a kapcsolatot, és ilyen partner viszonyban vagyunk. Igen, meg az visszatérve az IT piknikre, ott azt leszögezném, hogy kértük a cégeket, hogy ne csak HR-eseket küldjenek, hanem tényleg szakmai részvevőkre is számítunk céges oldalról. Szóval, hogy aki oda mondjuk leül velük beszélgetni, akkor lehet, hogy a leendő kollégáival fog. Remélhetőleg a leendő kollégáival. Igen. Szóval, hogy tényleg így tényleg nagyon első kézből jön a tapasztalat. Mindenki látni fogja, hogy tényleg ott, hogy is működik ez a cég, és mondjuk végül is, hogy mi működik magában a cégen belül. Igen. Most vettem részt nemrég egy mentor programnak a koordinálásában. Középiskolásokat hoztak össze egy nagy elemző cégnek a belső munkatársaival, akik a mentorok lettek volna, és nagyon izgalmas volt, ilyen beszélgetéseket szerveztünk. És a néhányadik körben a középsulisok már ilyen kérdéseket tettek fel, hogy miért rossz itt dolgozni, mik a hátrányai ennek a cégnek. Úgyhogy megkapták ott is az első kezi információkat, úgyhogy élvezték. Igen, már akkor ők is korán beleszoknak ezekbe a kérdésekbe, meg a hasonlókba, amiket mi is hagyjuk a cukormázat, mi a hátrány ennek a cégnek. Hát ugye fontos ezeket a dolgokat is tudni szerintem egyébként, tehát akár hátrányt, akár előnyt, mindenhol kerül valami, aztán az ember kell mérlegeljen, mert manapság rengeteg választási lehetőség van a piacon, és tényleg ugye magunknak kiválasztani a legjobbat nem föltétlen könnyű dolog, hogy az ember ne menjen el zsákutcába, úgymond. Ti kinéztetek már magatoknak valamilyen céget? Hogy hova mennétek dolgozni? Én még egyébként most vagyok a harmadévemen, szóval alapvetően fél év múlva végeznék, de Erasmusos fél év miatt meg ilyesmi egy kis csúszásba vagyok. A lényeg az, hogy én nyáron mindenképp szeretnék dolgozni, tapasztalatot szerezni. Több céghez is jelentkeztem már az elmúlt héten. Te informatikus vagy? Igen. Mérnök informatikus. Több céghez is jelentkeztem, egy-kettővel már folyamatos, már volt telefonálás, telefonos interjúm is. Itt nem különösebben szeretnék cégneveket sem említeni, mert nem is a reklám helye, de viszonylag ebben a szakmában azért könnyű bármit is szerezni, hogyha az ember szeretne valahol elhelyezkedni. Egyelőre egyébként inkább multifele hajlok most, hogy kipróbáljam ott magam. Ez nem azt jelenti hosszú távon, valószínűleg nem szeretnék multiba dolgozni, viszont szerintem tapasztalatnak nagyon fontos, hogy lássa az ember azt is, hogy ott hogy működnek a dolgok.
és utána hogyan ne csináljon dolgokat. Például, igen. Te, András? Én még így szakirányválasztás előtt vagyok, szóval ez még nagy... Villamosmérnökként. Igen, villamosmérnökként. És ez még nagyba fogja befolyásolni, hogy hova is megyek. Alapvetően most jelenleg a ISZTEK-en belül én viszem itt Budapesten a Válti kapcsolatért felelős szerepet. Szóval ez azt akarja, hogy egész sok cégzéket látogattam meg, beszélgettem velük, ismertem meg, és nagy a választék, és még így nem kristályozott, vagy nem tisztult ki, hogy mégis is mi leszek, ha nagy leszek, hogy hova fogok kerülni. És miért választottátok eredetileg azokat a képzéseket, amire mentetek? Úgy érted, hogy a nemzetközi szinten, amiken voltunk ilyen nem, hogy mérnök igen. Jó, szóval nekem röviden egyébként... Őszintén? Tehát, hogy családi nyomás volt, vagy jó, ebből lehet sokat keresni, arra megyek, vagy jó voltam fizikából, akkor miért ne? Nem, őszintén alapvetően jó voltam matekből, jó voltam infóból, suliba, nem voltak ezzel gondok, és inkább reálos beállítottságú vagyok, mint humános. Amikor egyetemet kellett választani, viszont akkor két dolog között vaciláltam, és a kettő annyira nincsen közel egymáshoz, de ha jobban belegondolunk, akkor van közös meccéspontja is. Az egyik egyébként a táplálkozástudomány, mivel nagyon érdekel az a dolog, és rengeteget olvasok folyamatosan ebben a témában. A másik pedig ezt a témát vártam mondani. A másik pedig így az informatika, mérnöki informatika. Nem nagyon volt különösebben ilyen, hogy otthoni nyomás, mivel tényleg néztem mindkettőt, végül úgy mérlegeltem, hogy valószínűleg így mérnök informatikát jobb elkezdeni, abba szerezni egy diplomát, és mellett, hogyha képzem magam táplálkozástudományba, esetleg elvégzek egy nem tudom OK-s képzés, vagy bármilyen egyetem mellett, akkor a végén úgymond úgy is célba érek, és ez egy win-win szituáció lesz. És ugye ott van a másik dolog, hogy ott van például az orvosi technológia, az orvosi műszerészet, manapság ezek az elektromos karórák, stb., amik folyamatosan mérik a pulzusunkat, hogy alszunk, stb., amik megint ugye az egészséges életmóddal összeköthetők, és így a programozást teljesen össze lehet kötni végül ezzel a dologgal, akár ilyen telefonos alkalmazásokat írni, ami segíti az embereket, hogy mit tegyenek, mit ne legyenek, mit mivel legyenek, stb. Stb. Szóval így, na, hát így várjuk, bennem ez várjuk a és letöltjük. Kép van. Hú, én meg így középiskolában ilyen biológia, kémia fakultáción voltam, szóval így... Pont jó a villamos mérnök. Igen, szóval én is így kerülő ágról érkeztem meg. Én is így tényleg így orvositól kezdve mindenen gondolkoztam. Aztán végülis nem tudom pontosan, mi volt az akkori motivációm, hogy ezt emellett tettem le a voksomat, de így jelenleg nem bánom. Szóval tényleg. Meg azt érzem, hogy tényleg az ember csak akkor tudja már, hogy milyen is az az adott szakma, hogyha már valamennyire dolgozik benne. És igen, ez még előttem áll. Így nem tudom, nehéz is a választás ott az elején, hogy itt mindenképpen valami teljesen ismeretlenbe ugrik bele az ember, amiből nem tudja, hogy mi sül ki belőle. De mondjuk ezért jó akár ez az IT piknik is, amiről beszéltünk az előbb, mert ha nem is tapasztalod meg folyamatában a dolgot, de legalább első kézből szerzel információkat, ami miatt szerintem tök jó lenne, aminél több ilyen program lenne, ahol lehetne beszélgetni, vagy mentorprogramokra menni, vagy ilyen shadowing-ak, eseményekre, meg ilyenekre. Más dolgokat szerveztek az egyesületen belül, ami elősegíti így a pályaválasztást vagy karriert? Szóval én arra ki akartam térni, hogy egyébként helyi szinten is, nemzetközi szinten is szerintem én nagyon fontos dolognak érzem azt, amit az egyesület ad például számomra is, meg számunkra, hogy egyszerűen a kommunikációs készségünket nagyon fejleszti, prezentációs készséget. Ugye, ahogy említettem, vannak ilyen különböző készségfejlesztő tréningjeink, helyi szinten is általában évente szerintem egy legalább 4-re sor kerül, mivel ahogy mondtam, vannak helyi trénereink is, tök jó ilyen kis 3 órás képzéseket szoktak tartani, időmenedzsmentről, akár pontosan erről, hogy cégekkel hogy kommunikáljunk, akkor ezáltal, hogy például elmegyünk cégekhez felkeresni őket partnernek, később, ha el kell menni egy állásinterjúra, sokkal könnyebben kezeljük a szituációt. Tehát, hogy nem lepődünk meg azon, hogy úristen, előttem van egy cégnek a vezetője, vagy persze, múlt héten együtt söröztünk az IT-pikniken, tehát...
Igen, tehát szerintem ez nagyon fontos egyébként, hogy olyan dolgokra tanít meg ez az egész úgymond önkénteskedés ilyen egyesületen belül, amiket ugye az egyetem nem tanítja meg, tehát valós élethelyzetek, és ezzel nem találkozik az ember az egyetemben. Szóval tényleg nagyon sok mindent ki tud próbálni, szóval tényleg az egyesületen belül tényleg így végül úgy működünk, mint egy kis vállalat, vagy amíg egy vállalatnak szüksége van rá, azt mi is mi foglalkozunk vele, szóval tényleg PR tevékenységtől, az IT rendszerek, honlap fejlesztésen keresztül, tényleg nagyon széles a skála. És még meg szeretném azt is említeni egyébként, hogy attól eltekintve, hogy nagyjából mit villamosmérnök, mérnök, informatikus hallgatók vagyunk, attól eltekintve vannak például más területről is tagjaink. Például én találkoztam már Müncheni workshopon olyan lánnyal, aki konkrétan biológiát tanult, akkor van helyi szinten mondjuk egy designer lány, aki általában a logóinkat, meg plakátjainkat tervezi, neki konkrétan a design a szakterülete. Szóval... Tehát akkor nem kell villamosmérnök vagy informatikus hallgatók? Nem, hallgatók? Még előny is. Mond... Szóval például dizájnereket mindig keresünk, meg jogászokat, az minden hasznos, hogy az egyesületem. Mindig hasznos. Ez jó, jogász vagy, lépj a villamosmérnök az egyesületébe. Igen, szóval tényleg nagyon sok olyan probléma felmerül, amihez néha külső segítséget kell kérnünk, mert nem feltétlenül. Úgymond, ami jogszabályszerű kikötés az az, hogy az embernek valamilyen megkezdett hallgatói jogviszonya kell legyen. Azért nem tettem szándékosan hozzá, hogy aktív, mert hogyha valaki passzív fél éven van, attól eltekintve ugyanúgy lehet egyesületi tag. Igen, tehát attól lehet egyesületi tag, csak egy egyetemen megkezdett hallgatói jogviszonya. Igen, szóval én eddig már találkoztam külföldön filozófiát tanuló íztekessel, szóval... Ez szerintem egész szélsőséges, illetve tényleg itthon volt kertészmérnökünk is. Igen, volt. Igen. Én az vagyok. Akkor szívesen várunk. Igen. Az IT pikniken egyesületi tagok vehetnek részt? Tehát ez egy ilyen zárt körű dolog csak nektek a gittegyletben, vagy... Egyáltalán. Nem, egyáltalán nem, szóval tényleg mindenkit sok szeretettel várunk. Még olyat is, aki még nem feltétlen... van benne ebbe a világba, de így belekóstolna. Szerintem egyébként tavaly is voltak akár 30-40 éves látogatók is, tehát olyanok, akik már lehet dolgoztak, az is lehet, hogy már szeniorok a szakmán belül, és egyszerűen kijöttek megnézni az eseményt, kijöttek érdeklődni, cégekkel beszélgetni. Vagy ők voltak a cégek képviselői, csak... Hát lehet voltak beépített emberek, nem tudom. Igen. Ezt nem tudom. Igen, a téglák. Jelentkezni, hogy lehet erre az eseményre, vagy egyszerűen elmegyünk, vagy kell regisztrálni? Örömmel veszük, hogyha mindenki regisztrált. Van a Facebook esemény, az alatt megtalálható az Eventbrite-os regisztráció van, és illetve jelöljétek vissza az eseményt, hogy részt vesztek rajta. Be fogom majd linkelni az adás alá. Köszönjük szépen. Ha elkülditek nekem. Igen, van a honlapunkon is egyébként istek.hu. Van egy érdeklődőm... E-estetsz. Igen, köszönöm a pontosításért. Van egy érdeklődőm gombocska, pirossal kiemelve, hogyha valakinek felkeltettük úgy az érdeklődését, hogy szeretne akár az egyesületünkhöz csatlakozni, vagy először betekintést nyerni abba, hogy hogy néznek ki a gyűléseink, hogyan működünk, akkor ott van egy kis formoska, azt töltse ki, és akkor a továbbiakban pedig kontaktba lépünk velük. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen. És még mielőtt végleg elköszönök, egy másik programajánló is van. Május 14-én lesz a FameLab első magyarországi döntője az akadémiának a dísztermében. Ingyenes lesz a részvétel, gyertek oda mindenképpen, akár ti is. Ez egy tudománykommunikációs verseny. Az előző adásban két FameLab döntőssel beszélgettünk, úgyhogy a hangulata szerintem nagyon hasonló lesz ahhoz, mint amit ott hallottatok. Azt hiszem, ilyen témák vannak, hogy miért iporják el egymást az emberek a tömegben, tehát mi a fizikai jellemzője egy koncertező tömegnek, amikor sodorják el egymást, illetve hogy miért leszünk másnaposak, illetve miért pisilünk annyit a sörtől, meg ehhez hasonló témák lesznek. Úgyhogy május 14, regisztráljatok rá, aztán gyertek, egy ingyenes rendezvény, nagyon jó szórakoztató előadások lesznek, és a műsorvezető az én leszek. Másik dolog, amit el kell mondani, bár az adás elején már megjegyeztem, köszönöm a Görbebögre kávézónak, hogy helyszínt biztosított ehhez az adáshoz.
Rökszilárd utca 3 szám alatt találjátok magát a helyet, hogyha kávézás közben ördöglakatokkal játszanátok, szórakoznátok, akkor gyertek nyugodtan, tök jó terek vannak, úgyhogy akár tanulni is jó lehet, hogyha elvonulnátok a koli zajától vizsgai időszakban. És még valami elfelejtettem. Na mindegy, iratkozzatok fel a Szertárra azon a csatornán, amit egyébként használtok, lehet az podcast alkalmazás, vagy akár YouTube-on, kövessetek Facebookon, Instagramon, meg egyéb helyeken. Ja, és a Patreon támogatóknak köszönöm, hogy egy havi jelképes összeggel hozzájárulnak az adás működési költségeihez. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!